Ezer éve delel itt a káini pillanata, ragyogása föléli a vérünk, és mégis három kakasszón inog az éjszakánk, a kardokon nehezen virrad meg az eskü, és mégis Kárpátok közt világtalan bolyong a végzet, üvöltünk, és ide talál, és mégis. Felkelnék én nyúrigben hajnalba, s megmoldultam minden bűneim bűn. Miután anyám utána akart halni az elveszett bátyámnak, aki 6-7-es korában ment el, úgy tudom, pepszin hiányban, ami akkor ugye háború alatt ilyen gyógyszer nem volt. Miután az alajdoktor bácsi apámnak azt mondta, hogy édesanyát csak úgy lehet megmenteni, ha újra anyává tesszük, mert akkor az életösztön legyőzi azt a végtelen veszélyes melankóliát, amelyet szerintem magam is örököltem. Egy tudós mondta, hogy milyen érdekes, ha egy élő embert nézünk, vagy egy holtat. A holtat részeként össze lehet varni, és mégsem egyenlő az egésszel. Ezt nem szabad elfelejteni. Na ez a lét, a lélek, tulajdonképpen a vers ihletője is. Mária mai napig előttem van, szalad fel, vagy átöltözni, nem tudom, egy ilyen lépcsőn. És én megálltam, és utána néztem. És ez az utána nézés igen mágikusnak tűnt, úgyhogy azért ezt ne felejtsük ki, bocsánatot. Igen érdekesen én nem emlékszem. Én emlékszem, csak ezt hiszem, ez így történt. Én szerintem ez a 10 milliónyi elszakítva, 15 milliónyi népnek megmentése, megváltása akkor lesz, ha, és ez nem csak költészet, meg művészet kell, hogy rávezesse, az, amikor az erkölcs, a jellem egybeesik. Úgy nem tudnám szétválasztani, hogy mi az, amit az ő hatására, de szerintem a munkáink valahol nagyon erősen találkoznak, és mindenképpen én úgy érzem, hogy egy hajóba hajózunk. Közös hajóba nevezünk, ezt onnan tudom én, amikor ömlik be a víz, akkor együtt próbáljuk kimerni, hogy eljussunk. Igen, a partig. Júdás, mint erkölcsi etalon. Tudnék, nincs végső határ a galátságnak, az emberi készszorításnak, a szónak már nincs jelentősége, minden gátlástalanul megengedett, és ez egyre jobban lejjebb szivárog, és ez megrothasztja. És minden népet megrothaszt különben. És mindig lesznek új trianonok is, akár napjainkban is. Ha egy kis nép nagy lélekkel megpróbál erejét összefogva megmaradni. Már pedig tudja, hogy a tét mégiscsak ez. Nem csak a Vörös Martiék óta van ez így. Ez a tét. Megmaradni.